Érdekes statisztikát közölt nemrégiben az Eurostat. Az idei első fél év árairól, energia árairól, ugye ebben már benne van a kirobbant orosz-ukrán háború és ezek hatása, illetve az ezek nyomán létrejött brüsszeli szankciók hatása az energia árakra, és ez alapján azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban csak Magyarországon nem nőtt az energia, illetve a gázára, ha jól láttam. Igen, lényegében azt láthatjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok többségében, 23 tagállamban az év első felében jelentős árnövekedés volt tapasztalható. Elsősorban a balti államokat sújtotta ez az áremelkedés, de összehasonlításban, európai összehasonlításban az északi államok Svédország, Dánia és Hollandia fizetnek a legtöbbet a gáz áráért. Miért csökken most már hetek óta folyamatosan a gázára? Mi van emögött? Hiszen a háború az ugyanúgy zajlik, mint mondjuk 3-4-5 hónappal ezelőtt. Emögött az a tényező áll, hogy az európai országok, illetve az egész világ készült a térre, és ez igen megnövelte a keresletet a gáz iránt. Viszont ahogyan az európai országok gáztározói megtelnek, ezután már nincs szükségük olyan mennyiségű gázvásárlására, mint korábban volt, és ez okozza az árak csökkenését, de itt nagyon fontos azt is látni, hogy van egy viszonyítási alap, a mostani 110 euró per megawatt óránkénti ár, az tulajdonképpen az az árszint, amikor egy évvel ezelőtt felkaptuk a fejünket, hogy milyen jelentős mértékben emelkedik a gáz ára. Hogyha a koronavírus járvány előtti nevezzük békeidőszakot tekintjük, akkor egy 20 euró per megawatt óránkénti ár volt normálisnak tekinthető, és tulajdonképpen a rezsicsökkentés is még abban az időszakban készült, és az akkori formája azokhoz az árakhoz volt mérhető és igazítható. Igen, ez egy nagyon érdekes viszonyítási alap, mert valóban azt lehet mondani, hogy jelentősen esik a gáz ára, de hát ez még mindig hatszorosa, hétszerese a normál, korábbi években megszokott gázárnak. Igen, viszont hogyha az augusztus végi időszakot veszük, amikor mindenkinek már készülnie kellett a térre, akkor ahhoz képest tényleg látványos a csökkenés. Tehát abszolút mértékben mondhatjuk, hogy ez viszonyítás kérdése. A jelenlegi gázárcsökkenés az leginkább a magyar államkassza terheit enyhíti. De a piaci árak még mindig egy magasabb árszínvonalat indokolnának. Lehet-e azt előre megmondani, látva a folyamatokat, látva azt, hogy amerikai cseppfolyós földgáz érkezik Európába, látva azt, hogy viszonylag eddig enyhe volt a tél egész Európában, hogy ez a folyamat, vagyis a gázárának csökkenése meddig tarthat, és mondjuk mi lesz a következő év első felében? A következő néhány hónapban az elemzők további 30%-os csökkenést jósolnak a világpiaci ár tekintetében, viszont a következő év esetében már fontos azt is látni, hogy az európai LNG tározók kiépítése még ugyanúgy folyamatban van, mint ahogy az idei évben is. Ennek elkészültét körülbelül 2026-ra várják, illetve például az úgynevezett cseppfolyós gáz az LNG piacán is nagy lesz a verseny, mivel a kínai gazdaság az idei évben például a zero covid politika miatt még fékezettebb ütemben működött, viszont a következő évben már egy teljes nyitás után a kínai gazdaság is felpöröghet, és sokkal nagyobb keresletet támaszthat, ami pedig az európai versenytársak helyzetét nehezítheti. Mert hogy Kína LNG gázból előszeretettel vásárol, lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a legnagyobb LNG gáz importőr a világban? Igen, ezt mondhatjuk, és fontos azt is látni, hogy Oroszország irányából már kiépülőben vannak csővezetékek Kína irányába, de ezek is hosszabb időtávon valósulhatnak meg, és ugyan Kína nem zárkózik el attól, hogy LNG gázt vásároljon Oroszországtól, de a világ más pontjairól is szerez be. Ők is ugyanúgy, ahogy Európa, próbálják diverzifikálni azt, hogy milyen forrásból jutnak gázhoz.
Vagyis, ha jól értettem a szavait, az előrejelzések alapján az látszik, hogy ez a fajta kegyelmi állapot, ami persze idézőjeles, hiszen még mindig sokszorosa a korábbi gázárnak a mostani 100-120 eurós ár, hogy ez nem sokáig fog tartani. Tehát nem nagyon lehet abban reménykedni, hogy hosszú távon jelentősen a korábbi szintre csökken a gáztőzsdéken, a világpiacon a gázára. Igen, az így van. Azt jósolják, hogy körülbelül 2026 után normalizálódhat a helyzet, akkor is egy 30 euró per megawattórenkénti árral, ami azért még mindig a fölött, a szint fölött van, mint amit 2019-ig megszokhattunk. Azért a magyar fogyasztót mindebből az érdekli, hogy ha csökken a világpiacon a gázára is csökkent az elmúlt hónapokban, akkor az a magyar rezsiszámlákban, vagy azokon ez meg fog-e jelenni? Ez olyan módon jelenhet esetleg meg, ahol jelzik, hogy mennyibe került volna a gázára, de még ez az összeg is egy jóval magasabb összeg lesz, mint amennyit a hazai fogyasztók ténylegesen kifizetnek a gázáráért. Tehát miután a magyar fogyasztók, a lakossági fogyasztókról van szó, nem piaci árat fizetnek, hanem úgymond hatósági árat, ársapka van a gázon, tehát az állam kiegészíti, ezért a rezsiszámlákon nem várható, hogy a következő hónapokban is egy ilyen csökkenő forintösszegeket látnak. Így van, hiszen az állam még mindig jelentős mértékben védi a lakosságot a valódi piaci áraktól, még ez is egy jelentős védelem, ami a mostani árakkal szemben a lakosságot érinti. Egyébként itt felszokott az merülni, hogy a hosszú távú gázszerződések az árat hogyan befolyásolják, mert egyrészt adnak egy stabilitást, egy biztonságot, hiszen azt tudjuk, hogy akkor lesz energia, megkapjuk a gázt, de a hosszú távra kötünk gázszerződést, az nem előnytelen az ország számára, mert akkor is magasabb árat fizet, amikor máshol csökkennek az árak. Melyik a jobb megoldás? A hosszú távú gázszerződésekbe is be van építve a tőzsdei ár, csak itt valamilyen időhorizont van feltüntetve, hogy nem az azonnali árat, hanem mondjuk a két hónappal később, két hónappal poszthúzásban jelentkeznek az árak, hogyha lehet előre látni azt, hogy egyik hónapban magasabb, másik hónapban alacsonyabb volt a gázvilágpiaci ára, akkor mondjuk azzal lehet játszani, hogy egyik hónapban többet, másik hónapban kevesebbet veszek ebből az adott termékből, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne érvényesülnének a piaci folyamatok, vagy azok teljesen ki lennének zárva ebből. Miközben az ellátás biztonság szempontjából meg fontosak ezek a szerződések, gondolom én. Igen. Igen, a mennyiség, tehát az, hogy biztosítunk egy mennyiséget, lekötünk egy adott mennyiséget, az fontos, különösen olyan helyzetben, amikor hihetetlen verseny van azért, hogy valaki gázmennyiségekhez tudjon jutni. Hadd kérdezek végezetül valamit. Említett, hogy a lakosság ebből a csökkenő gázárból nem fog érezni szinte semmit, hiszen már így sem piaci áron veszi a gázt. Mi a helyzet a vállalkozásokkal? Hiszen tudjuk, hogy ők nagyon nehéz helyzetbe jutottak, nagyon sok vállalkozása brutális energiaárak miatt. Miben reménykedhetnek? Az ő esetükben mindenképpen fontos az, hogy a világpiaci árakban mutatkozik egy csökkenő tendencia. Hosszabb távon érdemes a vállalkozásoknak is diverzifikálni azt, hogy milyen forrásból oldják meg a fűtésüket, és a másik tényező pedig az áram, aminek az esetében tőzsdei különböző kalkulációk alapján össze van kötve a gázárával is az áramnak az ára. Ez tulajdonképpen egy Európai Uniós jelenleg is zajló vitának a kérdése. Tehát az áramárába valamilyen szinten még érzékelhető lesz a jövőben is a gáz. Ez majd egy későbbi európai szintű politikai kérdés, hogy az majd hogyan tud korrigálódni ez az index, ami alapján számolják az áramárát. De a vállalkozások fellélegezhetnek egy picit, hogy egy rövidebb a tendenciát? Csak egy rövid időszakra?
Hát a következő néhány hónapra az előrejelzések egy mérsékeltebb gázárat vetítenek előre, és azt is előrevetítik, hogy a következő évben ismét lehetnek jelentős és az ideihez hasonló robusztus kiugrások az árakban. E tekintetben fontos az, hogy az európai országok és kormányok milyen politikát folytatnak, hogy próbálják meg diverzifikálni azokat az energiahordozókat, amiből az ország energiához jut.